A mai sportadásomban összefoglaltam, hogy mi történt a Bicskei Torna Klub Kelen SC 4-0-ra végződött MB3 észak-nyugati csoport 25. fordulójába lejátszott bajnoki labdarúgó mérkőzésen. Szeretett és nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A két csapat az elmúlt 2,5 évben immár 5-ször találkozott, de mi még egyszer sem tudtuk őket mindkétszer legyőzni. Így hát épp itt volt az ideje, hogy az idei szezonban megszerezzük az oda-vissza meccseken a győzelmeket. A bevezetőm után egy negyed órában a mérkőzés összefoglalója, és amíg tart az ünneplés, az alatt ismertetem a forduló eredményét, a gólövőstát és a legfrissebb tabellát. Ezután jönnek a nyilatkozatok sorrendben. Tischler Patrik az első és a harmadik gól szerzője, utána Gasner Roland a második és a negyedik gól lövője, majd Savanya Ferenc. Utána jönnek a szakvezetők, Simon Ákos a Kelen SC vezetőedzője, és Csordát Csaba a Bicskei Torna Klub szakvezetője értékel. Műsoron végén, amíg a mérkőzés góljait megismétlem, az alatt elmondom a Mány Bicske 2 vegyes csapatunk eredményét és a Fejér Vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokság legfrissebb tabelláját. A legvégén pedig búcsúzom a Fejér Vármegyei U14-es női labdarúgó bajnokság legfrissebb tabellájával és a Fejér Vármegyei Kispás labdarúgó bajnokság jelenlegi eredményeiről és a tabelláról pár szót. Majd a felnőtt csapat öltöző hangulatával búcsúzom. Nos, akkor ezek után egy kis múltidézés, hiszen a Bicske Kelen SC-nek már harmadik éve van története. Ősszel Kelen Bicske 0-2, a gólszerzők Szál Peti és Bozsoki Imre voltak. 22-23-ban a Kelen 16. helyen végzett 32 ponttal, a Bicske pedig 7. helyen 63 ponttal. Ősszel Bicske Kelen 1-0, gólszerző 15. percben Kovács Péter, tavasszal Kelen Bicske 0-0. 21-22-ben Kelen a 15. 42 ponttal, a Bicske pedig 6. helyen zárt 62 ponttal. Ősszel egymás ellen Bicske Kelen 1-2, 1-0-ás fél idő után, 15. percben Hírman Kristóf, illetve Kelen részéről Tímári Norman volt két eredményes az 52 és a 66. percben. Tavasszal a visszavágón Kelen Bicske 1-1 0-0-ás fél idő után. Gólszerzők 46. percben Bori Gábor, ezzel 1-0 volt javunkra, illetve 61. percben Tímári Norman. Tehát harmadik éve, hogy egymás ellen csatázunk, e mérkőzés előtt a mérlegünk itthon, tehát hazai pályán két meccs volt eddig, egy vereség, egy 2-es és egy 1-0-ás győzelem, és természetesen most ehhez jött a mostani 4-0-ás siker. Idegenben 1-1-es eredményünk van, 0-0 és egy 2-0-ás győzelmünk, tehát ez összesen 5 szerzett pont. Összességében e mérkőzés előtt 5 mérkőzés, 2 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség, 5-3-as gólkülönbség, 8 szerzett pont, de természetesen ehhez jött a mostani 6. mérkőzésünk, így tehát a mérlegünk 3 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség és 9-3-as lett a gólkülönbségünk, és 11 szerzett pontunk van. Kelen jelenleg a 11. helyen áll 29 ponttal, kiesési gondjaik egyelőre nincsenek, tavasszal ugyan mindössze 6 szerzett pontjuk van. Nézzük a tavaszi eredményeket. Kelen haladás 2-3, nem szereztek pontot, Etol Kelen 0-2, itt 3 pontot szereztek, majd a Kelen ZTE FC 2 ellen 1-1-et értek el, itt szereztek 1 pontot, Budaörs Kelen 2-1, 0 pontot szereztek, Kelen Balatonfüred 1-1, itt is szereztek 1 pontot, Puskás Akadémia FC 2 Kelen 2-2, itt is szereztek 1 pontot, majd jött a Gyirmolt Kelen 5-1, és most a Bicske Kelen 4-0-ás eredményük. Nekünk pedig tavasszal Bicske Puskás FC Akadémia 2-2-1, Gyirmolt FC 2 Bicske 0-1, tehát 3 pontot mindkét mérkőzésen bezsebeltük. Bicske harmadik keret 0-0, Bicske Dorog 2-3, Tatabánya Bicske 1-1, Bicske Csorna 3-1, Veszprém Bicske 1-2, és most a Bicske Kelen 4-0. És akkor nézzük a bevonuló csapatokat. Tiszta fehérben a Bicskei csapat, zöldben pedig a Kelen SC csapata látható. A vendégek összeállítása a következő. Kapuban Cerul Dávid Krisztián, további játékosok Bebők Milán, Bedővári Péter, Vas Benjámin, Remili Mohamed, Kádár Máté, a csapatkapitányuk a Kelennek, Szabó Norbert, Egyed Botond, Juhász Bence, Szabó Donát László, Bak Botond. Cserepadon foglalt helyet Barát Barnabás Áron, Terjék Ármin, Lehota Roland, Kulánda Máté, Szabó Gábor, Báránydor Barna, Varga Dominik, Kucsera Kristóf, Pajti Attila és Vörös Dominik. Stábtagok vezetőedző Sima Ákos, asszisztens edző Balog Ákos, rehabedző Molnár Orsolya, kapus edző pedig Kalmár Adrián. Nézzük csapatunk összeállítását.
Illés Bence a kapuban, további játékosok Gasztner Roland, Szál Péter, Varga Szabocs, Sóron Tibori, a csapatkapitányunk Savanya Ferenc, Szalai Dániel, Hírman Kristóf, Tisler Patrik, Bozsok Imre és Dulló Martin. Cserepadon foglalt helyet Radonóti Botond, Rigó Máté, Dankó Márton, Lakatos Gergő, Király Patrik, Tajti Balázs, Varga Bence, Fördös Adrián, Benke Áron, Boda Balázs, Gyurác András és Vic Kevin. Stábtagok, asszisztens edző Király Dávid, sportigazgató Csordás Csaba, technikai vezető Komjáti Péter, kapusedző Józsa Miklós, erőnléti edző Borbély Erik Balázs. Itt a félpálya közelében pedig a csapat kapitányok választanak térfelet. A vendégeknél 10-es száma Kádár Máté, aki az UTB-be kezdte pályafutását 26 éves, nálunk pedig Soron Tibor, aki már 31 éves, több egy esetben megfordult, és a Szokka Hungari csapat játékosa. No kérem, a most látható mérkőzés előtti gyászszünet Tatár György tiszteletére szól. Súlyos veszteségért a magyar futball közösségét 71 éves korában meghalt a diósgyőrű labdarúgás egyik ikonja Tatár György. Tatár György a DVTK saját nevelési játékosaként tagja volt az 1977-ben és 1980-ban magyar kupa győztes, valamint az 1979-ben bajnoki bronzérmes csapatnak. 11 alkalommal ölthette magára a válogatott mezét. Ezeken a mérkőzéseken 5 gólt szerzett, 8 alkalommal szerepelt az olimpiai válogatottban is. Nemrégiben visszatért a DVTK-hoz, ahol az akadémián játékos megfigyelőként dolgozott. Nyugodjék békében, emlékét kegyelettel megőrizzük. A jó Isten nyugasztalja Tatár Györgyöt. Rátérve a mai mérkőzésünkre, ezt a találkozót 2024. április 21-én játszották a bajnokság 25. fordulójában. Játékvezető Takács Ákos, egyes assziszt Halmai Kristóf, kettes assziszt Holpár Gergely. A mérkőzés játékvezető ellenőre Kolosszár Krisztián Ákos. A vendégek házi gólovistáját Remili Mohamed vezeti 8 góllal, ő már 38 éves, nálunk pedig Soron Tibor, szintén 8 góllal, aki mindössze 31 éves, és mellette még 11-en rúgtak csapatunkból gólt vagy gólokat, és akkor most már nézzük tényleg a mérkőzés legszebb, legizgalmasabb jeleneteit. Szép napsütéses időben játszottak a csapatok, kissé hűvös szél fújdogált a pályát, de ez nem zavarta a játékosokat. Tiszta fehérben a Bicskei csapat, zöld felsőben pedig a Kelen SC csapata látható. Jön a beadás jobbról, és kifejeljük, visszafejeljük, és ott egy kapáslövés, amely nem veszélyeztette komolyan Illés Bence kapuját. Ezúttal Szalai megy el, nagy harc után beadja a középre, és Tisler! 5 és feles vonaláról. Nem találja el jól a labdát, íme Szalai harcossága dicsérhető ennél a jelenetnél. Jól is ad be, és bele is tudott fejelni Tisler a labdába, de nem volt benne elég pontosság. Egy újabb Bicskei támadás ezúttal, Savany adta be a labdát, remekül kapta vissza a labdát Soron Tibitől, és beteszi, de beleért a kapus, bizonyám, Cerula Dávid beleért, és ezért nem lett jó csatárunknak. Egy újabb Bicskei támadás, Soron teszi ki jobbra, és Szalai nyesi át oda a balra, az öt és feles sarkára, Tisler lő, és elakad a védőben. Másodszor Savanya Feri lőtt kapura, ez még fölé szállt. Nézzük meg még egyszer, Szalai jól adta be a labdát, Tisler fölfejeli a magasba saját magának, megy a labdára, és jobb elsővel helyezi, de ott az egyik védő, ő kipattan, odapattan Savanya Ferihez, Savanya Feri pedig rárúgja a másik védő lábára, 13. perc eseménye, újból mi támadunk, és ott egy fejes Soron Tibi részéről, de ez egy kicsit erejét vesztve jutott el Cerulához. Ezúttal az előző jelenet ismétlése, Szalai remekül adta be a labdát, Soron pedig jól fejelt kapura, de résen volt, illetve helyén volt a vendég kapuvédője, csak úgy, mint most, és egy újabb támadás, ezúttal Tisler lefurd a védőről, és megdöbel a labdát, és ott a gól, kérem. 21. percben Tisler Patrik megszerzi szezon 5. találatát. Remek egyéni megoldás, a rutinos volt M1-es játékos részéről. Nagyszerű megoldás volt, jól csinálta, kihasználta a testi erejét, itt remek labdát kap. Patrik nagyon jó labdát kapott Varga Szabolcstól. Lövés pillanatában még először blokkolják Tisler lövését, másodszor egy lövőcsellel két védőt becsap, és a két védő és a kapus között pedig bevágja oda a kapu közepébe a lasztit. Itt még azt egy jobb külsővel indította Tislert. Jól veszi át a labdát, egy védő, nem védő, igaz, még ő blokkolt, elesik,
már két védő előtte plusz a kapus, és ott három ember között remekül, rutinosan bevágja a kapu közepébe a labdát, és ezzel vezetünk 1-0 arányban az első félidő 21. percében. Újabb labdaszerzés, és jönnek az újabb bicskei támadások. Ezúttal Tisler adta be a labdát, beleért ugyan Savanya Feri, de már irányítani nem tudta. Igen, itt van, ha jobban céloz, vagy jobban irányítja a labdát, vagy a lábát, akkor bizony ez akár gól is lehetett volna. Kapus kiöklözte, visszakerül Soronhoz. Bozsoki nem passzol, inkább lő kapura, de lövésébe belérnek, és ott pedig már egy szabálytalanságot látott a játékvezető Szalai megmozdulásánál. Ezúttal újból mi támadunk, és egy szabálytalanság, a játékvezető mondja, menjen csak tovább. Varga Szabi tette ki balra a labdát, és jó, ez indítás, Savanya beteszi, ott pedig, ha jól látom, Tisler maradt le egy pillanatra, Hirman, Soron lő is, és pont kapu közepében tartott Soron Tibi lövése, nagyszerű lövés pedig, kár, hogy nem ment szélre, 30. perc eseménye, Savanya, nagyon sokat mozog a fiatal játékosunk, kitették a labdát balra, Varga Szabolcsnak, Szabolcs már ilyen helyzetből lőtt gólt, de most lövése, mint egy 30-40 centivet került el a jobb felső sarkot. Itt a két szakember, Király Dávid és Csordán Csaba beszélték meg a feladatokat, itt pedig egy szabálytalanság, de a játékvezető mondja, menjen csak tovább, igen, ám ezt sérelmezte a cserepadon ülő stábtag, ugye a vendégeknél Kalmár Adrián, és ezért sárgalapos figyelmeztetésben részesült Adrián. Itt jön az újabb adás, és egy látványos szerelés a védő részéről. Micsoda megoldás, kérem, önfeláldozóan ment, Bedővári Péter, kellett ismert játékosunk, ott volt egy nagyszerű labda, Tisler két védőn átesik, Bugdácsol, nála marad még a labda, és egy szabadrugás kiharcol, mint egy 17-18 méterre a Kelen kapujától, és ezért a megmozdulásért is jár a sárgalapos figyelmeztetés. Egyet Boton részét még Soron zúgó kapufát lő. 17 méterre Soron Tibor megcélozza a bal felső sarkot, de labdája felső kapufáról csattant vissza. 39-40. Perc, és ott a beadás, és ott a gól Gaster részéről. Micsoda jó támadás volt ez, kérem, a bicskei csapat részéről. Fantasztikusan adott be Savanya Feri éme egy gyors bedobás után, amelyet Soron Tibi végzett el, kapja a labdát Savanya Feri, 40. percben járunk, jól lövi a labdát, és Gaster pedig remekül előzi meg a védőt, és vágja be kegyetlenül oda a kapu közepébe a labdát, és ezzel megvan a második bicskei gólunk. Egyébként Egyed Boton kapta előzőekben a sárgapos figyelmeztetést a vendégeknél, itt pedig még egyszer ez a nagyszerű gól, és ez most már Gasternek az 5. találata ebben a bajnokságban, ez a gól, és akkor tehát most már két nagyszerű góllal vezetünk 2-0 arányban a Kelen SC ellen, és itt pedig Szabó Norbert próbálkozik, jó labdája, egybeadás, Bak Boton volt az, aki betette a labdát, de lábfejéről lecsúszott a labda, és az a felső kapufa mögött hagyta el a játékteret. No kérem, hát ennyi volt az első játékrész eseménye. Szép számmal voltak nézők itt kint a Bicskei Aréna stadionban. Egyébként Tisler Patriknak gyorsan mondom is, hogy Tisler Patrik hol szerezte a gólokat. Puskás ellen ugye a második gólt szerezte, amikor nyertünk 2-1, Gyirmóton a győztes gólt szerezte, Dorogon a második Bicskei gólt szerezte, igaz, Dorog ellen kikaptunk, itt van 2-3, tehát 3-2-re, Veszprém ellen az egyenlítő gólt szerezte, és végül most itt van a Kelen ellen, megvan az 5. találata, de még nincs vége, kérem, ennek a gólgyártásnak, mert jönnek még a gólok, csak nézzük most már az eseményeket, ott egy felső, és ott a gólt is lehetőül, micsoda beadás, és micsoda gólt is lehet Patrik részéről, ez a 6. gólja, nagyszerű, rutinos megoldás, egy remekül beadott labdát, érzékkel csúsztatta oda a hosszú felső sarokba. És akkor most megnézzük meg még egyszer, hogy mi történt itt a második félidő elején, hiszen Szalai Dani remek cselt mutat be, egy pillanat Savanya próbál megharcolni a labdáért, Savanya visszagurítja sarokról a labdát,
Szalainak. Szalai egy remek cselt csinál, hát ezt csak ő tudja egyedül egyébként, itt a mezőnyben. Savanya visszateszi Szalainak. Szalai megnézi, hogy ki van bent középen. Pontos a beadása, száll a labda, oda Tischler fejére! És Tischler egy nagy rutinnal befejeli, mint ha az természetesen ad a hosszúba, és ezzel megvan az újabb Tischler gól ezen a meccsen. 47. perc, itt a másik játékrész elején értük el mindezt. Egy szép lövés Bak Botond részéről, tehát ebbe nem kellett beavatkoznia kapusunknak, Illis Bencének. Itt meg egy új dallal próbálkoznak a Bicskei Tigersek. Örömükre, hiszen vezet a csapat 3-0-ra, jó a hangulat, jó volt az idő is, focira is, szurkolásra is. Igaz, kis szél fújdogál, de ez nem hatotta meg a szurkolókat és a játékosokat sem. Ott egy kemény lövés, amely kapufáról vágódik vissza. Na talán ez volt a legnagyobb helyzetük a vendégeknek a mérkőzés egészében. És akkor taktikai tanács Varga Szabolcsnak, a két edző részéről. Jön a beadás, Tischler megint ott van, és szorongatott helyzetben mellé trafálja a labdát Bedővári. Péter volt az, aki szorongatta Tischlert. Itt meg egy befejed labda, majd a védők szerelnek, és végül is felszabadítanak. Igen, csak közben ütköztek Varga Szabolcsra, de még nálunk marad a labda. Tischler beteszi középre, és ott egy fejes Szalai részéről. Szalai Dani fejes azonban pont oda kapus kezébe hullott. 24-es, 29-est érkezik a pályára. Pajti Attila 24-ese, 29-ese, pedig Vörös Dominik. Itt pedig az első nagy lehetőség Savanya Feri előtt, de lövését Cerula Dávid lábbal mentett el a Ventura szöglete, Soron rúgta be, majd Bozsoki teszi vissza Soronnak, Soron újból emeli be. Azonban beadását a védők kifejelték, hát bizony veszélyes volt ez a Bicskei támadás is. Itt meg jönnek a Bicskei cserék is, a 63. percben Szál Péter helyére Gyurácz András állt be, Varga Szabolcs helyére Benke Áron, és a szünetben volt még egy csere, Hírman Kristóf helyére Lakatos Gergő állt be, majd a 69. percben látható Szalai Dániel helyére Dankó Márton, Bozsok Imre helyére pedig Fördös Adrián jött a pályára, és óriási harc a labda megszerzéséért. Savanya Feri ellen azonban szabálytalanságot látott a játékvezető, tehát az ellenfél javára ítélt szabadrúgást. Csavarodékba a labda, de Lakatos könnyedén fejelte ki. Itt meg egy ártatlan ütközés, de a játékvezető megállította a játékot. Hát végül is nem lett semmi baja az ellenfél játékosának, de az biztos, hogy nagy ütközés, mert itt meg a kapus Tischler előszedte fel a labdát újból. No és kérem, lassan 78. percben járunk. Hoppá, itt egy véletlen bepattanó labda. Labdát vett észre a játékvezető, éppen ezért Király Patrikot a mérkőzés 78. percében kiállította, amely egy kicsit súlyos ítélet, sárga lapot biztos megért volna, de hát szigorú a játékvezető, nem pattanhat be a labda játéktér, az biztos. A 79. percben járunk, Illés kirúgta a labdát, Gaster pedig jobban, bődületes erővel a hosszúba vágja a labdát, kérem. Micsoda gól! 79. percben megvan a negyedik találatunk, de milyen góllal, nem is akármilyennel, nézzük meg lassítva. Illés körülbelül 6-7 méterről átrugja a pályát, jól indítja Gasznert, akinek ez volt a szezon 6. találata Sopron, Tatabánya, Csorna, Veszprém és Kelen ellen szerzett egyet-egyet. Mivel a hátralévő időben több említésre méltó esemény nem történt, ezért gyorsan mondom az MB3 északnyugati csoport 25. fordulójában elért eredményeket. Puskás Akadémia FC 2, Komárom VSE 0-0. Gyirmót FC Győr 2, Kaola SC Sopron 2-0, tehát a hétvégi ellenfelünk kikapott 2-0 arányban Gyirmóton. A Gyirmótak részéről Ominger Bence kétszer volt eredményes, harmadik keret TV-je, ZTFC 2, 4-2. A hazaiak részéről Szalka Dominik 9 és a 91. percben lőtt gólt, Kamarás György és Buda Péter szerzett egyet-egyet. A vendégek részéről Boros Zsombor és Bodrogi Bence 55. percben lőtt góljával, ekkor még 3-2 volt a harmadik kerületnek, végül is a 91. percben végleg megpecsételődött az ETFC 2 sorsa. Budaörs
Eto Akadémia 3-2. Hazaiak részéről Horváth Emil, Sajbán Miklós és Fekete Oliver volt eredményes. Az Eto Akadémia részéről Luke William és Bánáti Kevin. Balatonfüred FC Szombathelyi MÁV haladás vérese 1-0. A győztes gólt a 29. percben Major Szabocs lőtte. Vicskei TC Kelen SC 4-0, Tischler, Gassner, Tischler és Gassner sorrendben voltak a gólszerzők. Dorogi FC, VSC 2015, Veszprém 0-2. A Veszprémek gólszerzője Tömösvári Bálint volt a 34. és a 63. percben. Opusztigász Tatabánya, Csornai Ese 3-0, fél időben még 0-0 volt az eredmény. A tatabányai gólszerzők Szegleti Gergely, Árvai Dániel és Szegő Imre. A góllövő listán a helyzet változatlan, első Bartusz Dániel 19, másik Magasföldi József 16 góllal, ők nem rúgtak gólt ebbe a fordulóban. Szabó Tamás Sopron játékosának 12, és ugyanannyi gólja van Dorogi játékosnak, Víg Ádámnak. Ebben a fordulóban rúgott két gólt Ominger Bence, 11 gólos, Árvai Dani is rúgott egy gólt, ő pedig 10 gólos, mellette még Barci Dávid és Erdély Milának van 10-10 találata. Ezek után nézzük a tabellát. Első az Opusztigász Tatabánya 56 ponttal, másik a Veszprém 50 ponttal, plusz 22-es gólkülönbséggel, mi a Bicskei TC harmadik 50 ponttal, plusz 17-es gólkülönbséggel. Negyedik a harmadik keret tévéje 48 ponttal, ötödik a Gyémolt FC Győr 2, csapata 38 ponttal, 2-37 pontos van a Budaörs és a Dorogi FC, 8. a Komárom VSE 36 ponttal, 9. a Kaola SC Sopron 34 ponttal, 10. a Balatonfüredi FC 32 ponttal, 11. a Puskás Akadémia FC 2 30 ponttal, 12. a Kelen SC 29 ponttal, 13. az Eto Akadémia 25 ponttal, 14. a Szombathelyi MÁV haladás VSE 22 ponttal, 15. a ZTE 16 és 16. a Csorna SE 12 ponttal. Csapatunk eddig megszerzett 40 gólján, az alábbi játékosok osztoztak soron: Tibi 8 gól, Gassner 6, Tischler 6, Szalai Dániel 5, Varga Szabolcs 3, Bozsok Imre 2, Molnár Attila 2, és egy gólosok Dankó Márton, Király Patrik, Savanya Ferenc, Szál Péter és Tajti Balázsnak van egy-egy gólja. Akkor ezután jöjjenek a riportok, jöjjenek a nyilatkozatok. Gratulálok a góljaithoz, nagyszerű volt. Már megszoktuk, most már mennyi? 7 meccs, 6 gól. Ez egy nagyszerű eredmény. Hogyan nem végszed vissza a góljaidra? Hát igen, az első gól itt a Gassi szépen becenterezett, le tudtam fordulni a védőről, megcsináltam két lövőcset és visszarúgtam a rövidbe. Az úgy gondolom, hogy ott nagyon szép labdát kaptam. A másik az szintén, hát a Szolával már amúgy ez egy bevett szokás, mindig keresi a fejemet, most is az első fél időben is itt a első percekben szépen berúgta, becenterezett, ott még ki, sajnos kimaradt, de itt a másik fél időben szépen rátett a felvén, meg csak megfejeltem, úgyhogy az gól lett. De örülök, mondom, a győzelem a legfontosabb, és lépegetünk meccsről meccsre előre, reméljük a célunkat. Patrik, te valójában mit játszol, hiszen elől, hátul, mindenhol megtalálható vagy, minden poszton szerepelsz a csapatban? Hát, azt nem mondanám, elől játszom nyilván, de próbálok tényleg mondani, amit mondtam már az előző videókban, hogy segítem a csapattársimat, hogyha esetleg két védőt lekötök, birkózok velük, akkor az, ha gól, akkor gól, úgyhogy próbálok hasznos lenni minden a csapat részbe, úgyhogy remélem, hogy ez így ma is sikerült, nyertünk, jön a következő mérkőzés, most már nincs be sem, megyünk előre meccsre. Patrik, én úgy látom, hogy egyre jobb formában vagy, hiszen a fiatalokat lefutod, megszegítő módon szereled őket, megelőzöd őket, fantasztikus formában vagy, milyenek az oka? Köszönöm. Hát igyekszem. Aki ismer, az azért tudja, hogy én mindig is egy ilyen brusztos játékos voltam, úgyhogy ezt próbálom nyilván kamatoztatni. Volt egy fél éves kihagyás, persze a meccsek jól jönnek, a mester az annak külön köszönöm tényleg, hogy megszavazza nekem a bizalmat folyamatosan, úgyhogy én megpróbálok tenni érte. Minden csapat részbe próbálok segíteni, ha kell, akkor becsúszva, ha kell, akkor gólokkal, úgyhogy mondom, még egyszer örülök a győzelemnek. Patrik, köszönöm szépen, sok ilyen kicsi gólt kívánok neked! Gratulálok a góljaidhoz, hogy hogyan nem végszél vissza ezekről a gólokra, ezekre a találatokra? Hát köszönöm szépen, először is. Hát az első gólnál ott a Fecó a szélén igazából megcsinálta, megverte egy az egybe az ellenfelét, és becenterezett, én meg tudtam előzni a védőmet. A második gólnál pedig Bence észrevette, hogy igazából nem ért vissza velem a védő, és akkor egy hosszú kirúgással
elém rúgta a labdát, én meg jól eltaláltam egy érintővel. Igen, de az hatalmas gól volt. Életedben rúgtam el körül? Már múltkor is nagy gól volt, de ez még nagyobb volt a mostani. Nem tudom. Egy pattanás után érezted, hogy bemegy a hosszúba? Hát igazából azt éreztem, hogy el kell lőjem, aztán, hogy gól lesz, azt nem tudtam előre, de visszam menne. Így van. Összességében hogy értéked a mai biztos győzelmünket? Szerintem nagyon határozott játékkal, és szerintem nem volt kérdés az első perctől kezdve, hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Ja, Roland, a jövőben tovább folytatod ezt a gólgyártást? Hát bízok benne, aztán majd kiderül, de nem ez az elsődleges feladatom. Így van, győzelem csapat minden meccsen. Hátrebb meccset nyerje meg, és akkor lesz, ami lesz. Így köszönöm van. Szépen, további sok sikert neked és csapatunknak. Köszi. Köszönöm szépen. Fecu, gratulálok a játékodhoz, ma fantasztikusak nyújtottál. Milyenek a forma változásnak az oka, hiszen ez a elmúlt hetekben nem játszottál ilyen csodálatosan, mint ma. Ma nagyon mentél. Hogy érzed te? Nagyon szépen köszönöm. Hát úgy érzem, hogy igaza van Gyuribának, tényleg nem tudtam még ilyen jó teljesítményt nyújtani, de ezzel remélem, ez egy meghatározó meccs volt számomra, és innentől tudom ezt a szintet tartani. A mester mit kért tőled meccs előtt? Hát igazából azt kértem meccs előtt, hogy a Tislár Patrikra fölívált fárakott labdákat, a megcsúsztatott labdákat, illetve a lecsorgókat szedjem össze, és játszom be az egész pályát, és úgy érzem, hogy sikerült. Nagyon jó játszottál, még egyszer gratulálok, és további sok sikert kívánok neked egy csapatunknak. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Ákos, gratulálok a mai játékotokhoz. Hát a győzelemhez nem tudok, 4-0 lett a vége, gondolom nem erre számítottál. Hogyan tudnád értékelni a csapatot, illetve a játékot? Hát igazából mi, amit tudtunk, azt gondolom, hogy megtettünk, tehát ezzel most nem volt gond, nem tudom bántani a játékosokat emiatt. Jobb volt ennyire a Vicske, azt gondolom, úgyhogy abszolút megérdemelten nyertük a mérkőzést. Én annak örülök, hogy egy 2007-es játékosnál be tudott mutatkozni, úgyhogy igazából. Jó, de hát azért ennél többet tud a csapat, ma valahogy nem jött ki az, amit tud. Nem jött ki, készültünk, de most sajnos ennyi volt meg. Mit szólsz a Tisár góljaihoz? Hiszen a védők között a rutinosan mozgott, és úgy vágta, mint egy NB1-es volt játékos, itt az NB3-os mezőnyben. Igen, készültünk is rá, próbáltuk őt emberfogásra is megfogni, mögötte volt egy biztosító, de nem véletlenül NB1-es játékos volt, tehát szép voltuk, a szépgólokat rúgott. Úgy összességében mennyire vagy elégedett a csapatod játékával? Voltak jó dolgok, voltak, amik visszaköszöntek az úgy, ahogy készültünk, de még egyszer mondom, jobb volt a Bicsket a szóval. Igen, ott közel vagytok a kieséshez, de nem lesznek gondolom kiesési gondjaitok. Én nagyon remélem, tehát azon vagyunk, ezért is beszéljük folyamatosan az öltözőbe és edzéseken is, hogy kellenek még a pontok, nem szabad leülnünk, és hogyha a sikerül még akár egy győzelmet összehoznunk, akkor azt gondolom, hogy tényleg nem kerülünk a bozomába. Illetve maradtok a NB3-ban. Hát Ákos, köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok csapatodnak. Viszont kívánom, remélem, kinyerjétek a bajnokságot. Köszönjük szépen. Gratulálok a mai győzelemhez. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a múlt heti hatalmas győzelem után, a veszprémi siker után a csapat újra meg tudta mutatni az igazi arcát, és én azt gondolom, hogy már elég régóta tartoztunk a hazai publikumnak, a közönségünknek és a családtagjainknak egy remek futballal. Én azt gondolom, hogy az első perctől kezdve az utolsóig egy másodpercig nem volt kérdés az, hogy egy örömfocit tudtunk csinálni. Én azt gondolom, hogy óriási labdabirtoklás fölénybe voltunk, és a szép rúgott gólokon kívül azt gondolom, hogy folyamatosan helyzeteket tudtunk kialakítani. Ez azért is egy külön büszkeség számomra, meg egy nagy dolog, hogy azért nem arról voltunk mindig híresek, hogy folyamatosan helyzeteket tudunk kidolgozni, de ez a mai nap ez arról szólt, hogy sikerült minden, úgyhogy nagyon nagy dicséret a csapatnak. A csapat egyre jobb formában van, és azon kívül én nekem nagyon tetszett Tislernek az a agresszív, meg jó játék, amit most nyújtott az utóbbi időben, illetve a mai mérkőzésen, mert elő-hátul megtalálható volt, gyönyörű gólokat lőtt, tehát rég önmagát megtalálta a pályán. Hát így van, tudjuk nagyon jól a Tisiről, hogy egy zseniális futballista, egy zseniális ember, nagyon beleillett abba az elképzelésbe, amit itt mi ugye megálmodtunk Bicskén. Úgyhogy egy pillanat alatt be tudott illeszkedni, hétről hétre nagyon nagy segítség a csapatnak, de én azt gondolom, hogy ha is itt kiemeltük, akkor még nagyon sok más is ki lehetne emelni, úgyhogy én azt gondolom, hogy most kezdünk abba az irányba menni, hogy nagybetűs csapatról beszélt. Igen, jó játszott mindenki. Ami szembetűnő volt nekem, Savanya Feri, mint a rakétói közlekedett a pályán. Mit mondtál neki meccs előtt? Mert az utóbbi hetek legjobb játékát nyújtotta a fiatal játékosunk. Mondom őszintén, hogy még a tegnapi nap még nagyon nagy dilemma volt bennem, hogy a fiatal szabályt hogy fogjuk megoldani, de
Fecó a tegnapi edzésen is már sziporkázott, régi önmagát adta. Mi tudjuk, hogy Fecó képes erre, és egy zseniális futbolista, ráadásul ugye fiatal, szabályos játékos, de azért ő is gondolom, ha egy kicsit úgy magába belenéz, akkor vannak hiányérzetei, de én azért vagyok nagyon büszke, hogy egy ilyen nehézség, amiken átment, hogy kevesebbet játszott mostanában, nem úgy ment a játék. Én azt gondolom, hogyha most osztályoznom kellene, akkor nagyon közelített a tökéletes felé. Mi várható a hátralévő 5 meccsen? Hát a következő mérkőzésben gondolkodunk, ez egy ilyen elcsépelt, közhelyes dumának tűnik, de elmegyünk Sopronba, tudjuk nagyon, hogy a Sopron hazai környezetben nagyon erős, nagyon sok skalpot tudott már gyűjteni. Nyilván azért fogunk oda menni, hogy letörjük a szarvokat és begyűjtsük a 3 pontot. Én gondolom, ők meg mindent megpróbálnak megtenni, hogy elrontsák a játékunkat, de hogyha tényleg folytatni tudjuk ezt, ami most van itt Bicskén, hogy ennyire jobb azban van mindenki, akkor biztos lehetek abban, hogy ott is diadalt tudunk elérni. Még végül a közönségre jó hangulat, jó közönség, végig szurkolták a meccset, jó pálya, kell lenni jobb, több. Mindig ugye elmondjuk, hogy itt Bicskén a szurkolótábor az egyedülálló, de tényleg, hogyha most arról beszélünk, akkor egy olyan délután kerekedett itt Bicskén, hogy nem csak a futball és a lőtt gólok száma volt csodálatos, hanem az egész hangulat is. Én azt gondolom, hogy nagyon sok nézőnk is volt ma kint a mérkőzésen, hogy egy igazi futball délután volt. Hát köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert kívánok a csapatunknak. Köszönöm. Még mielőtt összegezném a mérkőzésen látottakat, néhány szót a tabellákról. NB3-ban csapatunk a harmadik, 50 szerzett pontra. Fehérvár megye első osztályban a Mány Bicske 2 vegyes csapata. Ezen a hétvégén ugyan 2-0-ra kikapott a Tordas csapatától, de tartja 9. helyét 29 szerzett ponttal, Sárosdál csapatunk mögött 27 ponttal, tehát igyekezni kell a vegyes csapatunknak, hogy megtartsa a 9. helyet, hiszen játszik még az első helyen álló Mábelőre FC Főnix gárdájával is, akik 60 ponttal vezetik a tabellát. Második helyen a Sárvagárd 53 ponttal, a harmadik helyen a Mór 44 ponttal, negyedik a Tóvil Kápolnásték, aki szintén utazik ide Mányra majd, 43 pontjuk van, ötödik helyen a Tordas, aki ellen most kikaptunk, 2-0-ra 40 pontos, 6. az Elcsi Klinizsi 36 ponttal, 7. a Marosvegy 33, 8. a Lajoskomárom 32, 9. a Mány Bicske 2 VS 29 ponttal, 10. a Sárost 27 ponttal, 11. a Csor Truck Trailer 19 ponttal, 12. a Mezőfalva 17, 13. az Enyink 15, 14. a Martonvásár 14 és 15. a Bodajk 6 ponttal. A női kispályás bajnokságban csapatunk ezen a héten Martonvásár ellen győzött, a lányok jelenleg első helyen állnak, 12 meccsből 11 győzelem, 1 döntetlen, 0 vereség, 58-6-os gólkülönbsége, 34 szerzett ponttal. A kispályás labdarúgó csapatunk Fehérvár megyei labdarúgó bajnokságból vesz részt, és jelenleg a harmadik helyen, első Balinka meccsér FC 38 ponttal, Óbarok 37 ponttal, és Bicske csapata 35 ponttal, tehát 3 ponttal vagyunk elmaradva az első helyzetől. A mai mérkőzésünket röviden következőképpen tudnám összegezni. A mai ellenfelünket ezen a nap mindenben felülmúlták fiaink. Csapatunkból nagyon sokan nyújtottak kiemelkedő teljesítményt. Tischler rutinos gólyai és Gastner szemfüles, valamint hatalmas gólya nagyszerű hangulatot varázsolt a bicskei arénába. Az első játék részben biztos vezetés szerzett csapatunk, majd a gyors harmadik gólt követően feljött ugyan a vendégcsapat, de gólszerzési lehetőségig nem jutottak el. Gastner hajrában szerzett káprázatos gólya pedig végleg lezárta a meccset. Maga biztos jó játékok, hoztuk a mérkőzés 3 pontját, de amennyiben helyzeteinket jobban kihasználjuk, akkor ez az eredmény akár duplá is lehetett volna. Csapatunk kedden egy összetartáson vesz részt, majd folytatja felkészülését a Sopron elleni idegenbeli mérkőzésre. A Hűségvárosában 24. április 28-án vasárnap 17 órakor kezdődő bajnokira minden érdeklődőt szeretettel várnak a Bicskei Tornaklub vezetői. Friss hír, hogy az U14 éves lehány labdarúgó csapatunk a hétközben lejátszott Martonvásár elleni 8-0-ás győzelmével 2 fordulóval a befejezés előtt már Fejér vármegyei bajnoki címet ünnepelhették. Gratulálunk a Bicskei TC női U14-es labdarúgó csapatának, a bajnoki címhez és az edzői stábnak, Vicc Kevinnek.
Györgynek és Józsa Miklósnak egyaránt. Fehér vármegyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Mány Bicske 2 vegyes csapatunk a Mányi pályán fogadta az 5. helyen álló Tordas együttesét, aki ellen 2-0-as vereséget szenvedtünk. Csapatunk 5 fordulóval bajnokság vége előtt a 9. helyen áll 29 ponttal, a legközelebbi bajnoki hazai pályán május 4-én szombaton 17 órakor a Phoenix ellen lesz, akik jelenleg az első helyen állnak. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők. Műsorom legvégén megköszönöm kitartó türelmüket, és további szép napot kívánok mindannyiuknak. A viszont hallásra találkozunk Sopronban 2024. április 28-án 17 órakor.